A Nyíregyházán megrendezett 23. seregszemlén a hazai színházak a legjobb vígjátékokat mutatták be, amelyeket a közönség nagy lelkesedéssel teltházzal fogadott. A fesztivál színházi versenyprogramjának záró darabja az Aranylakodalom című vígjáték volt, amelyet nem csak a közönség, hanem a zsűri is elismerően értékelt. Az előadás elnyerte a legjobb nagyszínpadi produkciónak járó Dottore díjat, amit a Játékszín társulata kap meg, csak úgy, mint 2021-ben. A színdarabot Szente Vajk írta, rendezte, és ő maga is szerepel benne. Nagyon jó érzés, hogy Nyíregyházán sok a gyere sikerült teltházas előadásokat generálni, nem csak azokkal a színdarabokkal, amiket rendezőként készítettem az elmúlt években itt a színházban, hanem a saját darabjaimmal is, és tényleg nagyon örülök neki, hogy ebben a városban a mai napig fut a Legény búcsú című előadás, és talán az itteni színészek nagyszerűségének tudható be az, hogy most teltház van az Aranylakodalmon is, ami, hogyha minden jól megy, akkor majd a nyíregyházi színház színpadára is fel fog kerülni majd. Nagyon érdekes dolog íróként ez, hogy írtam egy darabot, Legény búcsú a címe, és amikor igazán sikeres lett, és éreztük, hogy sikeres lett, akkor úgy el kellett gondolkozni azon, hogy vajon ezek a szerepek alkalmasak-e arra, ezek a figurák arra, hogy egy másik történetben is helyet kaphassanak, és most így, hogy már majdnem másfél éve játsszuk az Aranylakodalmat, túl van az 50. előadáson, azt lehet elkönyvelni, hogy ez egy sikeres gondolat volt. Szente Vajk sikeres elképzelése bizonyítékot nyert Nyíregyházán is azáltal, hogy a Játékszín előadása elnyerte a legjobb női epizód alakításért járó elismerést, hiszen a díjat Nárai Erika kapja meg, aki az anyó szerepében nyújtott kiemelkedő alakítást. Én vagyok az anyós pajtás az előadásban, méghozzá Szente Vajk anyósa, és hát... annyit talán elárulhatok a szerepről, hogy nem feltétlenül úgy tervezem, hogy a fiatalok összejöjjenek. Tehát nem annyira örülök ennek, pici más terveim vannak, de nem lőném le a poén. De hát egy ilyen igazi jó szerep, amiben az ember tud időnként lubickolni, de abszolút csapatmunka, mert tényleg, ahogy hallottam, hogy a Vajk beszélt az egészről, hogy egy vígjátékot mindig nagyon fegyelmezetten és nagyon pontosan kell játszani, mert csak akkor vicces. Mindenki elkezd egy kicsit hozzátenni, elvenni, ideírni, odaírni. Szerencsére ez az ő előadásaiban soha nem fordul elő, és nem azért, mert ott van velünk a színpadon, hanem azért, mert amúgy sem szokott előfordulni. És ettől mindig nagyon feszes, hiába játszottuk már el 70-szer, 100-szor, 200-szor az előadást, mindig ugyanazt kapja a néző, amit a premiéren kapott. Ezzel nincs vége a sikertörténetnek, ugyanis Nagy Sándor kiérdemelte a legjobb férfi alakításért járó díjat, amelyet Simon megformálásáért kapott. A Móri Zsigmond Színházban a 2021-22-es évadban a Jászai Mari díjas színész állított a színpadra a Legény búcsú című darabot, és a színház a 2025-ös májusi előadására az Aranylakodalom rendezésére is meghívta. Ugye ez a Legény búcsúnak a második része, Aranylakodalom címmel, és hát tulajdonképpen ugye Szente Vajkkal alakítjuk ennek a két főszerepét, Alexet és Simont, én Simon vagyok ebben a darabban, és hát ugye az első részben volt az esküvünk az én menyasszonyommal, és hát én nem akarom spoilerezni a dolgot, de hogy alapvetően itt úgy indul a történet, hogy én már elváltam. Tehát, hogy ez nem volt egy hosszú életi történet, és most a Vajkféle szerep az Alex, az, aki éppen házasodni készül, és hát... megjelenik az Alexnek a nagypapája, akivel mindenféle bonyodalmak történnek, és hát még az is elképzelhető, hogy a nagypapa helyett kell helytállni bizonyos szituációkban, és hát itt jövök a képbe én, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon megbonyolítjuk a saját életünket. A 2024-es Vidor Fesztivál díjazottai között a legjobb kamaraszínpadi előadásért járó díjat a Nézőművészeti Kft. Pánik, avagy Férfiak az idegösszeomlás szélén című előadása nyerte. A legjobb rendezésért járó elismerést Szerednyei Béla kapja a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Nem most drágám című darabjának színpadra állításáért. A legjobb női alakításért járó díjat Györgyi Anna veheti majd át a Rózsavölgyi Szalon Árcent Kft.
Café Szívhang című előadásáért, míg a legjobb férfi epizód szereplőnek járó díjat ifjabb Vidnyánszky Attila érdemelte ki a Víg Színház a Hazug című darabjában nyújtott alakításáért. A legjobb díszletért járó elismerést a Szolnoki Szigligeti Színház New Yorki Komédia című produkciója nyerte, míg a legjobb jelmezért járó díjat a Csokonai Nemzeti Színház Urhatnán Polgár című előadásáért. Az életműdíjat Puskás Tivadar veheti át, míg a zsűri külön díját Besenci Zsongor nyerte a Hevesi Sándor Színház Indul a Bakterház című előadásáért.